Tulajdonképpen most a helyzet hozta, hogy kicsit elhúzódik a beiratás, az első szakasza már tart, tehát április 6-ától a nem körzetes állami fenntartású iskolák, illetve a nem állami fenntartású iskolák már iratják be a tanulóikat, és mi majd ehhez kapcsolódunk április 28-ától, amikor a körzetes iskolák kezdhetik meg a beiratást, de hát ennek van egy előkészítő szakasza. Most a hétvégéig, 17-éig a fenntartótól kapott lista alapján minden körzetes iskolának az úgynevezett krétarendszerbe hivatalból fel kell tölteni a körzetes gyerekek adatait. Ez a mi iskolánk esetében a sümegi tanulókat érinti, illetve az alagyömörői és a sümegprágai gyerekeket, tehát őket mi hivatalból beírjuk ebbe az úgynevezett krétarendszerbe, és ehhez küldtünk el egy segédanyagot a szülőknek a múlt hét folyamán, amiben megszólítottuk őket, és három csoportot is megszólítottunk így. Tehát vannak a mi körzetes gyerekeink, akiknek hivatalból fent lesz az adata a krétában, és éppen ezért április 28-ától tulajdonképpen a szülőknek csak rá kell néznie, így mondanám, és elfogadni ezt, tehát az adatokat jóvá hagynia. Ezt majd tudjuk segíteni, mert mivel ezt a felületet még mi sem látjuk, tehát amikor ez megnyílik, és akkor megpróbálunk szülőkkel úgy kapcsolatba lépni, hogy ők mit látnak, és így próbáljuk a gyerekek szüleit segíteni, hogy bízunk benne, hogy igazándiból ez csak egy gomnyomás lesz tulajdonképpen, hogy ő ezt jóvá hagyja. Megszólítottuk azokat a szülőket is ebben a levélben, akik bár a mi körzetes gyerekeink, de esetlegesen másik iskolába szeretnék íratni a gyerekeket, hisz tudjuk, hogy erre is van példa, szülőmunkahelye nagy testvér oda jár, hisz őnekik, mivel nem körzetes iskolába mennek, föl kell keresniük telefonon, e-mailben az adott iskola vezetőjét, és jelezni kell ez irányú szándékaikat. És ugyanilyen megfontolásból szólítottuk meg a nem körzetes gyerekek szüleit is, hisz tudjuk, hogy vannak olyan települések, ahol itt dolgozik a szülő, nagy testvér ide jár, tehát minket választanak, a három nem említett településről. Nekik lesz majd olyan feladatuk, úgy szintén a krétában, hogy el kell végezniük a beiratásnak a menetét, egy egyszerűsített menetet, nem úgy, mint az eddig volt, illetve nekik fogjuk biztosítani május elején a személyes beiratkozás lehetőségét is, tehát nem csak online. Ennek az időpontját ők szintén ebből a levélből tudják, mi ezt a honlapon, a Pali újságon, az iskola kapuján szintén ki fogjuk tenni. Ez két délelőtti nap lesz, és egy munkaidő utáni, akinek az a jó. Ezt telefonos egyeztetéssel tudjuk úgy megoldani, hogy negyedórás beosztással, nyilván a higiéniai szabályokat is betartva várjuk a szülőket, és így segítjük a gyerek beiratkozását. Még az nagyon fontos, hogy a dokumentumokat nem kell bemutatni, hanem azt majd a tanítás kezdetekor, szeptember elején, tehát amit szoktunk kérni, lakcímkártya, tajkártya, születésanyakönyv kivonat és így tovább, tehát egyelőre most így digitálisan így valósul meg a beiratás. Milyen létszámra számít igazgatónő, mi várható szeptember 1-től hány első osztály indul majd el? Hát mi nagyon bízunk benne, hogy 3 első osztály elindul. Jelenleg 70-valahány levelet küldtünk ki, de mint mondtam, ebben nyilván vannak olyan kis gyerekek is, akik esetlegesen körzetesként, de nem a mi iskolánkat választják. Viszont a telefonos jelzések alapján már azok a gyerekek is megszólítattak, illetve családok, akiket várunk ide nem körzetesként. Hát mi most egy 70 kisgyerekkel számolunk, de nyilván, hogy május 21-ét követően fenntartói döntés alapján lesz egyértelmű, hogy hány első osztályt indíthatunk. Most különleges lesz az iskola kezdés abból a szempontból is, hogy változott az oktatási törvény, és más az iskoláskorú gyermekekre szóló kötelezettség. Mit jelent ez igazgatónak? Hát éppen ebből adódóan fogalmazzuk meg a 3 első osztály igényét, mert azt látjuk erről a fenntartótól kapott listáról, hogy az óvodák tekintetében az oktatási hivatal engedélyével most kevesebb kisgyerek marad a nagy csoportban.
tehát több tanköteles korú gyermek érkezik, úgyhogy véleményem szerint ez sümegen reális igény, ez a három osztály, és ahogy látjuk a listából, a gyerekek kora is teljesen megfelelő lesz az iskola kezdésre. Ejtsünk néhány szót az online oktatásról, digitális oktatásról. Most már jó néhány eltelt a bevezetése óta, amit tapasztal igazgatónő, illetve egy felmérés is született. Itt milyen eredményekről számolhatunk be? Igen, hát tulajdonképpen a negyedik hétnek vagyunk most úgy a vége fele, hogy a tavaszi szünetet megelőző két nap és ez a három nap egy hétnek számít, tehát ez 4 hét tapasztalata. Hát valóban, amit tetszett említeni, a fenntartótól kaptunk egy olyan szülőknek eljuttatandó kérdőívet, ahol mi ismét a krétát vettük igénybe, a krétának a kérdőíves felületét. Nálunk egyébként a mi iskolánkban próbálkoztunk sokféle platformmal, sokféle felülettel, és osztálya válogatja, hogy melyik hogy vált be, de a központi a kréta. Tehát az üzenetküldő felületen, a házi feladatos rendszeren, a visszaküldendő dolgainkban mi ezt vettük elsődlegesnek, tehát itt kapták meg a szülők a kérdőíveket is. Hát 200, pontosabban százalékot mondanék, 58%-a visszaküldte a szülőknek ezt a kérdőívet. Tartalmazta a pozitívumait, a negatívumait, akár tantárgyak esetében, akár a használt digitális eszközök esetében, hogy látják, és hát egy úgymond osztályzatot is kapott az iskola, 1-10-ig osztályozhatták a szülők, és büszkén mondom, hogy ez a 8,72-es átlag, ez azt mutatja, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk. Nyilván ez inkább az első 2 hét tapasztalata, hisz már az összegzést továbbítanunk kellett a tavaszi szünet előtt a fenntartónak. Most készül el az osztályokra lebontott összegzés, tantárgyakra, amit a kollégák kapnak meg, és nyilván, hogy ők szűrik le ebből a megfelelő tapasztalatokat. A tapasztalatokat eddig is leszűrtük már, tehát mindig így hétvégén egy ilyen összegzésként értékeltük az eltelt hetet, és én a magam nevében is mondhatom, hogy folyamatosan arra buzdítottam a kollégákat, hogy a kevesebb a több. És vegyük figyelembe, hogy a családoknak ezt az élethelyzetet fel kell tudni dolgozni, meg kell tudni oldani. A technikai eszközei korlátozottak, és elsősorban ilyen jelzéseket is kaptunk. Tehát vannak olyan gyerekeink, most csökkent már a létszám, 21 néhány tanulónk, akik a hét elején papírosan kapják meg a tananyagot. Nagyon nagy köszönet a szülőknek elsősorban, de itt most az ő esetükben kiemelném a gyermeki jóléti szolgálatot is, hisz tudom, hogy a papíron dolgozó gyerekek esetében ők is segítséget nyújtanak a családoknak, és hát természetesen elismerésem a tantestület tagjainak is, hogy veszik az akadályt, magasra állítottuk a lécet, megugrottuk, és hát ez az említett kérdőív is azt mutatja, hogy megmérettünk és nehéznek találtattunk. Tehát úgy gondolom, hogy ha még ezeket a jó szándékú szülői jelzéseket figyelembe vesszük, hogy egy héten egyszer szólítsuk meg a családokat, egy hétre előre adjuk a tananyagot, nyilván csökkentett tananyagtartalommal kell dolgozni, akár lehet gondolkodni tantárgyi összevonásokban is. Tehát a lényeg, hogy a gyerek jól érezze magát ebben a helyzetben, legyen kedve még az eltelt, előttünk álló időszakban is tanulni velünk együtt, és ezt a tanévet tudjuk akkor értékelni.